Még befóliázva áll az almapucoló és a krumpli feldolgozó gép soragába Vencsellői csarnokban. A létesítményt közel 260 millió forintos belügyminisztériumi támogatásnak köszönhetően tudták megépíteni, de az idáig vezető út nem volt nehézségektől mentes. Először egy már meglévő üzemet akart felújítani az önkormányzat, ami statikailag nem felelt meg az elképzeléseknek. Az új üzemváza már állt, amikor közbeszólt a gazdasági válság. Ennek ellenére 2022 végére teljesen megépült a zöldség-gyümölcs feldolgozó, 2023-ban pedig hivatalosan is megkezdte a működést. Egy közel 500 négyzetméteres csarnokról beszélünk, teljesen újépítésű, kiszolgáló egységek, három nagy feldolgozótér, teljesen körbe, szilárd burkolattal körbeaszfaltozva, és elég nagy területen éppen azért, hogy a feldolgozás időszakában a beérkező terményt tudjuk hova leönteni, letárolni, mert ugyebár fokozatosan zajlik a feldolgozás. Hát több száz tonna, sőt mondhatni több ezer tonna tököt feldolgoztunk a nyáron, úgyhogy most két hete már csak azzal foglalkozunk, hogy kicsit kivigszoljuk az üzemet, mert azért meglátszanak ennek a nyomai. Én úgy gondolom, hogy a jövőben is óriási szerepe lesz ennek az üzemnek, változnak a szabályozók a feldolgozással kapcsolatban az élelmiszeriparnak. Az elmúlt években kiemelt jelentősége lett a településeken megtermett zöldségek és gyümölcsök helyben történő feldolgozásának, méghozzá helyi munkaerő bevonásával. Különösen példaértékű, ha olyan munkásokat tudnak alkalmazni, akik hátrányos helyzetűek. Ebben a térségben a hagyományokra építve, a mezőgazdasági hagyományokra építve egy szintet léptünk, hiszen nem úgy adjuk el a terméket, hanem feldolgozott konyhakész mirelit formában, és én azt gondolom, hogy ez Gáva Vencsellő számára és a térség számára egy jó lehetőség. Ez egy gazdaságérintő program, amelyhez Gáva Vencsellő is egy kis önerőt hozzátett, ez mutatja, hogy az önkormányzat kitartó volt, végigvitte, jól gazdálkodott, az önerőt is kitermelte, és egy csodálatos csarnokot épített, amely alapvetően 10-12 embert fog foglalkoztatni. Nem a Gáva Vencsellői beruházás volt az egyetlen az elmúlt években, amelyet a belügyminisztérium támogatott. 2019-ben indult a kedvezményezett települések gazdaságélénkítő programja azokon a helyeken, ahol túl magas volt a munkanélküliségi ráta. A gazdasági mutatók alapján 440 települést választottunk ki potenciálisan, hogy hol fogunk fejlesztéseket elindítani, és 127 olyan települést találtunk, amely a helyi igényeket meghaladó termelési kapacitásokkal rendelkezik, azaz a közfoglalkoztatás elmúlt időszakában létrejöttek olyan portfóliók, amelyek továbbfejlesztésével helyi gazdaságot tudunk élénkíteni, és helyi szinten tudunk munkahelyeket teremteni. Gáva Vencsellő abban a 23 településnek a második körébe szerepel, amely fejlesztési programokat ütemezetten indítottunk el három ütemben. Itt 23 település van, egy második körös kedvezményezett. A fotókon jól látszik, hatalmas mennyiségű tököt dolgoztak fel a csarnokban tavaly. A főszezonban 50 ember dolgozott itt. Ezt a megkezdett munkát idén is folytatják, akár új gyümölcsökkel is. És az sem kizárt, hogy a későbbiekben bővül majd a csarnok, ahol elő tudják állítani a tisztított, darabolt konyha és félkész termékeket.